Sziasztok! Látjátok, most már olyan ilyen kurcos a hajam, és a ilyen hosszú nem is szokott lenni a szakállam, ha annak nevezhetjük, és ma el tudok jönni egy helyre, ami az egyik kedvenc budapesti környékemben van, és ezt egy picit így rendbe rakni. Kezdjük is el! Rudival vagyok itt, akivel az egyik kedvenc vagy közös dolgunk az az, hogy nagyon szeretjük a pozsonyi utat. Miért itt sétálunk? Igen, tulajdonképpen ugye egy évvel nagyjából, amikor nézegettünk már ezt a környéket, Újpótvárosról beszélgettünk, miért szeretjük és miért pont a pozsonyi út. Tulajdonképpen most is éppen a kávézóink mellett haladunk el, amiket nagyon szeretünk, és ugyan blokk a környéket. A legjobb szolgáltatás, a legjobb ételek, a legjobb kávézókat találjuk, úgy gondolom, hogy ezért is lett erre a választás. Most viszont tőlünk is beszélünk arról, hogy mikor érdemes borbélyhoz vagy fodrászhoz járni. Valószínűleg mindenhol egy jó hajvágást kap az ember, hogyha azért egy ilyen környéken betéved egy szalomba. Mi szeretnénk azt éreztetni a vendégeinkkel, hogy itt tényleg egy férfi helyen van. Én ezt érzem amúgy különösen, voltam már borbélyszalomban, értem Amerikában, és az első olyan élményem az volt, amikor elmentem egy ilyenbe, hogy egy ilyen sörrel fogadtak, és egyből érzem, hogy ez egy férfiaknak szóló hely, és szerintem azt mondom, egy nagyon fontos dolog, hogy férfiként át kell ezt élnünk, és olyan tippeket is szerintem lehet kapni, és nem az, hogy jobb vagy rosszabb egy fodrászat kontra borbély, hanem más feeling, más dolgok. Mindenképpen a hangulatában különbözik, mindenképpen is ezt hangsúlyozom ki. Hogy lesz a menet? Mit csinálunk most vele? Mossuk meg szerintem a hajadat, és akkor utána rátérünk a hajvágásra. Akkor ezzel indulunk is. Azt gondolom egyébként, Péter, hogy te hajad tulajdonképpen most így nagyon kerek. Szerintem ezt te is látod. Tehát én alapvetően ugye mindig azt szoktam megnézni, hogy a fejforma milyen, és mivel hogy kerek a fejformán, ezért én egy kicsit szörvetesíteném a hajat hozzá. Barátnőm is mindig ezt mondja, hogy ilyen nagyon ilyen pumukli fejem van, úgyhogy biztos van benne ezt valami. Ezt szeretnénk megszüntetni, igen. Jó. Robert Downey Jr.-nak is ilyen, van egy picit a Ryan Reynolds-nak is, és sosem merem megcsinálni ezt a választást, mert olyan hülye a fejformán, de azt mondod, hogy simán megoldható. Ezt szerintem nagyon jól fog állni neked. Kíváncsi vagyok. Az sem mindegy, hogy hol választjuk el a hajat, mint most megtudtam, és ennek a logikáját szerintem tök érdemes, hogy itt most átbeszéljük, elmeséled? Persze, igen, ugye nagyon fontos az, hogy szeretnénk minél többet megtartani ugye a tetejéből, hogy ez az minél hosszabb maradjon, és ez oldalából tulajdonképpen azt a részt pésültem csak oldalra, ami már ténylegesen ide tartozik, tehát így megemelem a hajadat, nézd be a tükörbe egyébként, és megemelem, és ahogy elengedem, ez látszik, hogy ez már erre bal oldalra fog látni. Tehát, hogy oda tartozik az a haj. Igen, ide tartozik pontosan. Oké, na kezdjük el. Most már így a formázással megvagyunk. Mi a következő lépés? De most ugye beszélni talán, és tulajdonképpen el szeretnék használni valamit. Fogjuk használni. Tömeget nem egy cseli, ez fontos. Nem, ez szárításhoz egy gél. Tulajdonképpen tömeget adunk a hajadnak, illetve ez az alapvető tartását megadja. Milyen érdekes, hogy már ugye szárítás előtt, és utána te mit javasolsz, hogy... Ez a legfontosabb, ezt kihangsúlyoznám, ez a legfontosabb pontja a hajszárításnak, tulajdonképpen, hogy használunk-e valamiért, ami ad is hozzá tartást. Tehetünk rá akármilyen waxot, hogyha nincs meg az alapvető tartás hajnak, akkor már nem fog összeállni. Oké, szerintük, és akkor utána lesz formázva. Oké. Na, hát egy kis változás van a hajamon, de még nem vagyunk egyáltalán készen a hajjal sem, és tanultam valamit, hogy évek óta szerettem volna, mi a kulcs szó? Szeretnénk azt elérni, hogy egy picit ilyen laza, tincses hatása legyen. A tincses, mert mindig ezt keresem. Igen, és hogy lehet annak, hogy ilyen szépen van egy kis fénye meg minden, úgyhogy most jön. Láthatom neked egy waxot egyébként Kevin Murphy-től, tulajdonképpen a Freehold, megmutatnám. Igen. Ezzel érjük el azt a tincses lazahatást, amit szeretnél. Szerintetek jó vagy nem? Rakok ide egy szavazást, mondjátok meg, kell a visszajelzés, de kommentbe is, hogyha bármit tartotok, de én adom ezt a hajat, tehát egy nagyon jó vonal, de valami még nem jó az arcomon, nem?
szakár. Szakár? Szakár. Mit javasolsz a szakárra? Azt gondolom, hogy neked azért nem annyira nem sűrű a szakárad, és most azért viszonylag hosszú. Én szerintem sokkal sűrűbb hatást érünk el azzal, hogy egy picit berövidítjük, megcsináljuk ugye a kontúrvonalakat, és akkor ezáltal a szakálladnak lesz egy olyan összképe, hogy tényleg sokkal sűrűbbnek fog hatni. Notok kell, hogy kb. Két hete nem vágtam, csak azért, mert beszéltünk múlt héten, ugye, hogy legyen miből dolgozni. Hogy legyen miből dolgozni, hogy engem most ez nagyon zavar. Nagyon kíváncsi vagyok rá, menjünk be, nézzük meg. Mekkora nagyjából a szakám, és mit javasolsz, mekkora legyen? Hát közel 1 centi, 6-8 millilát, most is szerintem ugye 3-4 millire levértjük. Azzal nem mennék le, mert az már tényleg olyan borosta, amiben nem látszódnak a kontúrban. Hát a legjobb gyenge. Így van, szeretnénk látni ténylegesen normálisan kontúrvonalakat. Tehát kb. Olyan lesz, ami mint ahogy itt a hajam a legjobb. Így van, nagyjából azt köszönjük egyébként a pajasszal. Itt is már érezni ezeket a nagyon szép vonalakat, ami pont úgy, hogy nekem ilyen, hát nem sűrű, hanem viszonylag gyenge, de mégis meg lehet csinálni. Pengével még egy picit azért ezt rá. És hát most jön a penge, amit figyeljetek, mert hát mennyire durva, hogy az a klasszikus, amit a nagypapáinktól, de most megmutatod a pengét? Persze. Nagyon durva, hogy mennyire meg tudod találni azt, hogy milyen az íve az egésznek, itt, hogyha így látni. Én annyira nem tudom magamnak, meg mások is, amikor csinálták, nem lett ennyire ilyen jó íve, úgyhogy... És tényleg durva, hogy 3 mm is? 3 mm-es íve. 3 mm, és mégis egy ilyen... Kontrok ennyire ráerősítenek, egy ilyen optikai csalódás. Szerintem nagyon durva, hogy megcsináltad az egészet, tök hálás vagyok azért, hogy mi a fejformámat, ahogy tényleg mondtad, hogy mi a jó nekem hajba, maga az, hogy ilyen szinten ki lehet emelni a szakállamat. Nagyon tetszik, mindennek fog nektek adni linkbe, hogyha meg szeretnétek nézni, hogy tudtak ti is egy ilyen élménybe részesülni, és férfiként ajánlom is, hogy legalább próbáljátok ki, és azt is, hogy tudjátok meg, hogy mi nektek a legjobb. Ha most találkoztunk először, akkor sziasztok, mindenféleképpen iratkozzatok fel, a következőben találkozunk. Hello! Sziasztok! Elmondunk 4 dolgot, amit nem tudsz, pedig minden férfinak tudni kéne. Az első a frizura. Frizurák kulcsa a tömeg, illetve a tartás. Mindenki sok helyet szeretne, illetve hogy eljön is valahogy. Tulajdonképpen ezért használtunk egy beszárító gélt, vannak spray, habok, mindenféle arra, hogy legyen elég hajunk, és ez meg is álljon valahogy. Mindenkinek azt mondom, hogy úgy válaszol frizurát, hogy mennyi időt akar azzal reggelente foglalkozni. Hogyha csak egy pár perce van reggelente, akkor tulajdonképpen valami lazább frizurát ajánlok neki, hogyha ha ténylegesen törődne vele 5-10 percet, akkor tudunk valami elegánsabb lepésültebb hozzánk választani. A következő fontos dolog a fejforma. Ezzel kapcsolatban tulajdonképpen nincs egy általános vélemény. Én azt gondolom, hogy ezt egy szakember tudja megmondani, hogy mit javasol hozzá. És akkor itt van a szakál, hogy ott mik számít. Leginkább ugye a sűrűség számít, hogy mit tudunk kihozni belőle. Nyilván akinek ritka szakálla van, annak nem ajánljuk azt, hogy növesszen egy igazi nagy szakállat, hiszen sose lesz olyan, hiába nevezti akár egy éven keresztül. Most ami engem még érdekel, hogy meddig lesz ilyen jó, és mikor kéne újra jönnem? A szakállat ezt azért egy olyan 2 hetente érdemes megigazítatni, a hajat pedig egy 3 hétig lehet elhúzni, 3-4 hetente érdemes visszajönni. Ezt fogadjátok meg mindenféleképpen, hogyha férfinak érzitek magatokat, akkor ezeket a szabályokat betartjátok. Szevasztok! Sziasztok!